Rangos nemzetközi tornával készült a női kézilabda válogatott a december 1-én rajtoló világbajnokságra. A Möberingen kupa több tanulsággal is szolgált, amelyekről első ízben Szőlősi Zárcsik Szandra beszél az NSO TV-nek. Azért van még mit csiszolunk a védekezésünkön, az első mérkőzésen lehetett látni, hogy szó szerint borzasztó volt. A második mérkőzésen a norvégok ellen már nagyon jól védekeztünk, főleg az elején, ahogy kezdtük a mérkőzés, nagyon jó volt. Végére picit belefáradtunk, és az utolsó 5 perc az is szintén borzasztó volt. De úgy gondolom, hogy nem abból az 5 percből kell építkeznünk, előtte nagyon szép dolgok voltak védekezésben, támadásban. Úgyhogy abból kell építkezni. Hát a dél-koreai meccs az nem a mi ellenfelünk volt, de ott meg legalább az volt, hogy tényleg a végjátékot meg mi nyertünk, úgyhogy abból is lehet egy pár dolgot, egy pár tapasztalatot összeszedni. Kim Rasmussen szövetségi kapitány a dél-korea elleni meccsen hiányolt az önbizalmat a csapattól, az utolsó pillanatokban lőtt góllal megnyert mérkőzés azonban annak is jót tett. Hát azért az jól esett itt a lelkeknek, hogy a harmadik mérkőzést meg tudtuk nyerni, mert azért norvégok előtt is azért ott lebegett a szemünk előtt a győzelem, de azért az egy kicsit rutinosabb, tapasztaltabb csapat volt, úgyhogy legalább ennek a harmadik győzelemnek örültünk. Szőlősi Zárcsik Szandra az egyetlen klasszikusnak tekintett váltlövő a keretben. Felvetődik a kérdés, nagyobb-e rajta a nyomás, hogy tőle várják a távoli gólokat? Egyáltalán nincs rajtam nyomás, mert ugye ellenféltől függ, hogy éppen egy klasszikus átlövőkkel, vagy egy gyors lábú átlövőkkel, úgyhogy egyáltalán nincs rajtam semmi nyomás ezzel kapcsolatban. Nem érzem még egyelőre magam ilyen kirobbanó formában, de azt tudom mondani, hogy legalább önbizalmam sokkal több van, mint eddig volt. Az egy dolog, hogy magyar bajnokságba szereztem, de azért sokkal jobb így nekiindulni a világbajnokságnak, hogy van önbizalmam. A Budaörs barátlője tehát önbizalommal telve vág neki a németországi VB-nek, viszont kislánya Hanna nélkül. Nagyon nehéz lesz, ma reggel már megsiratott, úgyhogy borzasztó lesz, ilyen sok időre még nem voltunk távol egymástól, de úgy gondolom, hogy ha lesznek eredmények, mert jól játszunk, akkor az egy kis pozitív dolgot fog adni, és könnyebb lesz ezt az egészet feldolgozni. Megígérte férjem, hogyha éremér játszunk, akkor kijönnek majd szurkolni, de ugye nem tudnak kijönni, mert ők is meccseket játszanak, úgyhogy majd ha éremér játszunk, akkor jönnek csak, úgyhogy ez a motivációm. De vajon reálisan elérhetőnek tartja a négy közé jutást? Most azért elég nehéz csoportban vagyunk, de én azért sokat várok a csapattól, mert tényleg megmutattuk a norvég meccsen, hogy tényleg ha oda tesszük magunkat, meg akarunk, akkor képesek vagyunk bármire. Úgyhogy én minimum 8 közé jutást azt elvárom a csapattól, de természetesen minél tovább menne tőlünk, annál jobb.